cseh buszsofőrök tüntettek Prágában, mert így akarják felhívni a figyelmet a koronavírus járvány miatt a személyszállítási ipart sújtó válságra. A buszos társaságok szinte minden megrendelésüket elveszítették, a cégek negyede várhatóan csődbe megy. A sofőrök mintegy 50 busszal indultak a cseh hídtól reggel 9 óra után. Ezt követően a cseh főváros központjában köröztek, majd az iparért és kereskedelemért felelős miniszternek adták át a javaslataikat a kormány irodaépületénél. Ebben a többi között a járulékok csökkentését, az adók mérséklését és a hitelek törlesztésének elhalasztását kérik.